mindenkinek, srácok, sziasztok, Sőin Dani vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, Django Bango, és itt van velem Kis és Szabi. Django, Django, ne kezd el, Kis, mert vágó be fogja vágni azt az mémet, amit én nem akarok, hogy többször, hogy bevágja. Mit? Hey, boss. Bamboléjo, bamboléjo. Meglátod. Nyomjad, Szabi, nagyon jól énekelsz! Úristen! Srácok, képzeljétek el, a következő rendező nem másról lesz, mint Budapesten, és ha esetleg el szeretnétek jönni, akkor a ptn.hu-n már is meg tudjátok venni a jegyeteket. Siessetek, mert valószínűleg egy-két héten belül el fog fogyni az összes budapesti jegyünk. Lesz koncert, dedikálás, kérdezfelelek, és ugye nagyon menő filmünk? A Kis nyomában. Szóval srácok, nagyon gyorsan siessetek, ptn.hu, mindenki jegyezze meg, vagy pedig a leírásban is megtaláljátok. Találkozunk ott! Na, szóval, srácok, itt vagyunk Atlantisban. Nézzetek körbe, amúgy Atlantisban nem sokszor gyártunk. Nem tudom. Amúgy való életben IRL én fixen. IRL kiderülne, hogy létszik Atlantis, ti elmennétek oda? Nem, hát, inkább otthon veszek húst. Mi? Nem érdekel titeket? Hát, Atlantis mondjuk kis. Mondjuk az unikornisok világa jobban érdekel. Srácok, megtaláltam Svongyóvat. Viccen kívül. A kettőt is. Sziasztok. Sziasztok. Mi a szar ez? Ez itt a mi világunk. Mi a világunk? Várjál! Spongyabob, kockanadrág! Mi a világunk? Kajak nagyon végén a keze, nézd meg! Pálcika! Nem adnád csendbe te korcs! Kis, lekorcsoztak. Lekorcs, azt mondják, hogy korcs vagy. Kis, azt mondják, hogy korcs. Csak mondogatom, hogy mit mondtak. Korcs. Meghalt az egyik, már csak egyek. Te is meg akarsz, hogy takarod! Újra élesztem, várjatok! Én meg téged nem élesztelek újra. Dick, hát ezek osztódnak. Hát tudod, a spongyák osztódnak. Hát tudod, a spongyák meghalnak. Jó, akkor befoghatnál, és elmehetnétek innen. Mielőtt még négyen lesznek, ne nagyon lőd már őket tovább. És 10 percet adunk, hogy bevédjétek a város, hogyha nem visszajövünk, és elfoglalok. Miért nem most jössz, hogyha mindegy. Jó, menjetek már úszni, itt lenézzétek ott a víz. Mert nektek, mint bénák adok nektek. Menjél vissza, mielőtt elfogy az oxigén, elfogy az oxigén. Dik. Cső. Oké. Jó van, na, srácok, GG. Húzzatok már innen, hadd építsünk már, azt mondatok 10 percon. Telik az idő, na, srácok. Kinevetted magad? Mi? Kinevetted magad? Nem. Jó, akkor még hajrá. Jó van, na így már nem megy. Na. De milyen kis beszélni neki? Vigyük be ezt itt a középen, ezt a tornyot. Hát az egészet be kéne, egész Atlantis, mert el fogják foglalni, és ezt nem akarjuk. Várjál, szerintem. Várjál, láva ellenség a víz. Vagy víz, mitől fél Spongyabob? Hát, a horoktól, a horgoktól, jó. Ajaj. Jó, csinálok mindenhova nagy horgokat, várjatok. Ajaj. Mi van? Semmi. Hát mondom, hát ember, én néztem Spongyabobot. Jó? Miért fél a horgoktól? Hát meg kifogják őket. A tunyacsáptól fél. Tesó, ne már! Tesó, tunyacsáptól fél. Jó, tunyacsáptól is, de horgoktól. Ne üsd már ki a horgomat! Bolygó hollandi. Na jó, húzd már innen. Na jó, kis! Kis! Mi van? Ember! Ember! Ez nem is te vagy, mi a szar? De... Na... Na jó, én... Kérje, bocsánat! Szabit, verjük meg mind a ketten! Mi? Nem, először bocsánatot kérdezik. Jó, bocsánat! Jó, oké, verhetjük. Na, szedjük szét ezt a csicskát! Nem! Gyere, gyere! Le fogsz esni! Le fogsz esni! Nem! Jó, leesett, jó. Játsztunk tovább, megkapta. Jaj, Istenem, na szóval horgokat kakarok. Úristen, de... Rendesen olyan szinten csalódtam benned, kis, de most így visszahosszad a bizalmadat. Mi van? Semmi. Mi csinált, Szabi? Hát ütögette ki, amit építettem állandóan. Nézd, hogy csalódtál benned, miért? Ezt általában én szoktam csinálni. Hát jó, oké, de mindegy, na, PT. És melyik vagy te? Én itt vagyok. De menj már innen, te csicska, gyász, Szabi! Úristen, ezt fogod csinálni végig? Nem. Lehet, hogy spongyák felbérelték őt. Hát amúgy... Kinézem. Na, miért nem működik ez? Na jó, per, paszte. Ember! Na jó. Nem tudok építeni. Kezdem feladni.
Srácok, építsetek valami védelmet, Léci. Építek manuálisan horgokat. Jó. Építs manuálisan horgokat. Várjál, ez jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Jó, oké, de összerakosgatok hordokat. Na, valaki építse meg a bolygó hollandit, srácok. Én nem azt csinálom. Miért? Bolygó hollandit? Jó, akkor Szabi. Szabi, te építs meg a bolygó hollandit. Hogy tudom, megépítem, akkor én mindjárt. Szabi, nem tudnád megtenni, hogy mondjuk destrugálás helyett mondjuk reproduktivizálást vezetsz be a tevékenység folyamatodban? Mitrimitálás, mi van? Miért használsz ilyen bonyolult szavakat? Mit csinálsz? Mit csinálsz, Szabi? Mit kell megcsinálnom? Leraktad tunyacsábra, és odaéleted, hogy búrhat? Nem, azt kis csinálta. Ja, jó. Mi bajod van? Istenem. Kis fejezd már be! Jó, építünk ide így egy ilyet. Oké, és kis, ne rombold már szét Atlantis, mielőtt Spongyol szétrombolt, ez nagyon nagy gonoszság, érted? Igen, kis, viselkedj már! Na, jó? Most már itt az ideje, hogy... Úristen! Ez mi? Hát a hajó, Atlantis bolygó hollandi. Áttört! Ja, úgy bolygó hollandi. Hát igen, csak kicsit lassan építem, várjátok, mindjárt megépítem. Jó, kész, nagyjából. Úristen, áttörtem az üveget, srácok, az a gond. De ez jól néz ki. Hát jónak jól néz ki, csak kicsit rosszul raktam be, de nyugi, intézem. Kicsit hátrébb hozzuk. Úristen, mekkora tunyacsáp. Jó, ezt nektek csináltam. Ajaj, na... És hát spongyáknak. Na. Várjál már, Jézusom! De várjál, Tom, még nagyobbra. Nem tudod az orrát megnagyobbítani? Az orrát nem. Nem már. Na jó. Oké, okay, srácok. Ez a legnagyobb lehetséges tunyacsáp, ami csak van. Jó, oké. Okay. Ennél nagyobb nem lehet? Ho-ho-ho, srácok! Szeretnétek velem, Szabival vagy Husival karácsonyozni? Akkor csekkedök fel a patreon.hu-ra, ugyanis bekerültek a vadonatúj nagyon-nagyon menő karácsonyi mintás termékeink, illetve lehet ugye plüssöket is rendelni belőlünk. Szóval srácok, siessetek, ugyanis már nem sokára a karácsony, és ha ilyen menő ajándékot akartok, akkor bizony sietnek kell, ugyanis lehet, hogy nem sokára el fognak fogyni. Szóval patreon.hu, vagy pedig a leírásban megtaláljátok a linket, csekkeljetek le most! Na, itt van fent, srácok, bolygó hollandi. Látjátok? De nem egy hajó kell, Dani. Hát de egy hajó bolygó hollandi, azzal jön. De tudod a... Mi az? Mondjad, mi az? Kis... Mi? De mi van? Jó, megsértő a szegény. Na, nem is nézsz ilyes mondjobot. Kus hajáma! Te meg mit csinálsz, Szabi? I'm a good girl, rock! Ez plankton? Vá, úristen! Jó, megcsinálom a veszélyes vödröt. Vagy nem, meg kell csinálni Spongyobnak a házát. De én pont egy Spongyobot építem ide a tetejére. Ja, jó. Dani, igen? Gyere. Mondjad. Tessék. Várjál. Tessék. Mit csinálsz, igen? Ez itt Spongyob háza? Jó, legalább ennyit tudsz, hogy én büszke vagyok rád. De amúgy Spongyob... Végül is... Ebben én soha nem gondoltam bele. Milyen durva lenne, hogyha nem tudom, mindent így néznénk, hogy Spongyob akkor szerintetek politikai állást foglal azért, mert olyan házban lakik? De miért egy narancspa? Mert... Milyen leszleg, milyen narancs? Na, jó, oké, várjátok. De az miért? Jó, hagyjuk! Na, szóval, HSP here, 35-2-ös pont narancs, vagy hogy csináljam? Orange. Van ilyen? Nincs. Melyik a narancssárga a gyapjúnak a ID-ja? Az ötös. Jó, és akkor ebből csinálunk. Ez hogy néz ki, ember? Ez néz ki, mint valami debil UFO. Nem jó, ötös. Jó, akkor tudod mit? Elmehetsz innen. Nem ötös, Szabi. Mert az ötös az milyen szín? A zöld. Ja. Jó, hatos, nem. Én most itt fog tippelgetni. Hetes, nem. A szürke. Akkor várjál, a négyes. Jaj, nem a négyes volt, a citromsárga volt. Jó, nem, ember. Itt fogom egész nap próbálgatni. 14 még már tudja, hogy nem. 15. 3-as. 2-es. Ember, egyik sem. Mit akarsz, Dani? Mindet végig, narancssárga gyapjút. Egy.
35 per 1. Tényleg. De jó. Köszi Szabi. Ezt nem tudtad? Hát tesó. Jó, oké. Okay. Köszi Szabi. Mi van? Nem, Szabi az random mondott számokat, hogy melyik az, miközben ő is tudta. Na, de meg szó, ja, egyes, jó. Mondtam. Jó, oké. Okay. Na, megcsináljuk nagyon szépen az annál, ez kis amúgy nem akarsz besegíteni, mert csak te ugrálsz össze-vissza. Ja, kis amúgy dolgozhat már egy kicsit. Kussolj el. Figyeljetek, itt van spongyabom. Kussolj el. Jó, csináltam. Kussolj el. Ember, mennyi ja, szín van még hátra? Köszi. Na, mennyi szín van még? Ember! Na jó, én nem fogom el. Jó, spongyabob háza itt van. Szóval, mi kell még szerintetek, hogy megvegyük Atlantiszt? Hát, mindenféleképpen szerintem szükségünk lesz. Én lesötétítettem, Dani. Látom, szép munka. Látom, ákom, bákom a... Jó, le kéne folyatni víz, folyassunk már el vizet kívülről. Mi az? Ákom, bákom a kardomot tádba belevág. Na, csinálom itt a vizet. Kis te is addig csinálj valamit, légy most már végre. Most is! Most! Ja. Jó, te most ezért nem fog itt! Most elmegyek TikTokozni. Jaj, eddig is. Jó, mondd el, hogy mit csinálsz akkor, csak kíváncsi vagyok. Besötétítettem. Ja, jó. Ja. Következő. Kis. Álegita. És te milyen videókat nézel? Ez nem TikToknak hangzik. Jaj, emlékszem, én is ezt néztem, mikor még ovis voltam. Jó, oké, folyik le a víz mindenhol, szépek vagyunk, nagyon jó. Kis, ne titokozz már! Na, akkor vond vissza. Jó, visszavonom, ügyes vagy. Na. Ügyes kutyus, na, gyere! Hova? Nem tudom, építsünk valamit. Mit? Egy biztonsági protokollt akarok építeni. Robban. Várjatok, robbantsuk fel az egészet. Ha már úgyis vissza akarják foglalni, akkor robbantsuk fel. Várjatok már, hogyha van olyan, jó, hogy ez akkor... Tényleg, mondjuk, nem tudom, 30, van ilyen? Várjátok, a nuke parancs működik? Újjaj. Srácok, ez így jó? Dani, külsőre is megcsináltam. Világítok, egy restont hadd rakjak már le, vagy egy fákját, mert nagyon sötét van. Ne, Jézusom. Halljátok, Dani. Én tényleg lerakok egy restont. Te mit csinál? Nem miért, ne? Hogyha leraksz. Jó, én ezt undózom itt belül, ez nem tetszik. Jó, ez így jobban tetszik. Na, srácok, tudtátok, hogy az Atlantis üveg igazából TNT volt? Tényleg? Hisz, hogy Atlantis üveg. Jó, hát a gömb, ami így körbevette Atlantis. De nem... Jó, hagyjuk, na. Srácok, jöhetnek a spongyolból, készen állunk. Magyar tenger, most tenger. Így van. Magyar tenger. Hát de, aha. Az nem a Tisza? Na, menjünk, kezdjük. Nem, az az óceán. Úristen, szerintem ez a 10 perc is túl sok idő volt, nem? Szerintem nem ott vagyunk, ahol kéne. Vagy nem tudom. Na, menjünk! Tárodás! Ott van Tujacsát! Tujacsát! Ezt megölöm! Jó! Ez biztos valami enemy volt. Biztos. Na, keressük meg a többieket, gyerünk! Mi van itt egy rokonunk? Nem tudom, de sok volt. Mindegy. Sok. Úristen, belestem a nyugba. Belestem a nyugba. Igen. Szia, te zöld volt, fickó. Sziasztok! Leszünk barátok? Nem. Egymás nőtték le, srácok, gyorsan! Gyere ide! Dani! Kis! Gyere ide! Korcs! Gyere vissza! Hol vagy, Korcs? Milyen Korcs? Ezt a kocsára mondod? Igen, a Korcs az hol van? Nem tudom, hogy keresem. Várjál! Keresünk meg! Srácok, azt hiszem baj van, itt vannak! Harcolok, ember! Jó, még ez korai! Megnőtt! Mi a szar? Srácok, robbantom a szélét! Robbansz, Dani! Robbantom a szélét! Akinek a legjobb a számítógépe, az fogja túlélni. Most vettem új gépet. Teszteljük. Amúgy tényleg ez egy jó teszt. Na. Kísérsz még? Akinek mennyi FPS van? Várjál, felveszem korlátlanra. Megvan három. És
Spongyolom, nem téged kérdezlek. Nekem 7 bőrrel van most 20 FPS-en. 246. Nekem 5000. Megszegelhetlen 10. Mit csináltatok vele? Srácok, ez itt még él? Én rohadék vagyok! Mit csináltatok a tisztal? Hát... igen. Na jó van. Megdobom egy kővel. Ha mi mindig ér? Ezért most jön a... Dobálom lépcsőkkel. Sziasztok! Na jó, én elmegyek innen, mert nem bírom. Jézusom! Srácok! Szerintem nyertünk. Jézus! Jó, oké. Srácok, szerintem legyőztük Spanyolobot. Köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozom legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!